Szevasztok, hello! Még mielőtt belekezdenénk a... Természetesen ebben a pillanatban csipogott az óra. Még mielőtt belekezdenénk a videónak a gameplay részébe, itt vagyunk Magyarországon, még mindig nagyjából 2 hetet. Megyünk most a Burger Kingbe, és akkor mutatom, hogy mit fogunk ma enni. És közben pedig el fogunk menni egy szép helyre, amit én nagyon-nagyon-nagyon szeretek. És most pedig le is adjuk a rendelést, azt mondja, hogy el szeretnénk vinni Ottóval, és akkor innen Székesfehérvárról. És amit meg fogunk kóstolni, az a Mac and Cheese Lover. Nagyon kíváncsi vagyok rá, mert én ilyen eléggé régi módi vagyok, ha valami tetszik, akkor csak azt teszem. Úgyhogy mostanában nem újítottam be. Úgyhogy nézzük akkor meg, hogy mi van itt. Ha a kedvenc panírozott sajtos makaróni korongos burgeredre gondolsz, 100% tüzön grillezett marhahússal, friss jégsalátával, amiben pikáns chili cheese sauce, ketchup és pirított hagyma is szerepel a fényes buci alatt. Nem kérünk bele semmit, full klasszikba. Nézzük meg. Úgy is van, hát menüben. Nincs inni, menüben. Pök, édes burgonya, hagymakarika. Hagymakarika? Na figyelj csak oda! Hú, ez cén narancslészét adom. Na, jó, ennyi elég most már. Szia! 934-es rendelés. Na nyomás! Ja, hova hoztalak titeket? Szálljunk ki! Na jó, lehet, hogy most megvan az új kedvenc. Most egy ideig ezt fogom menni. Eddig a Bacon King volt, de ez most. Ugyanis ez a chili cheese. Nem is kell mindig, hogy így marha húsból rájön ez az egész, hanem tök jó ez a változatosság, és hú, ez most nagyon megvette. Na jó, hogyha a Burger King fele jártok, ezt mindenképpen kóstoljátok meg. Most pedig térjünk vissza, és akkor nézzük a gameplay videót. Hát szevasztok, itt is vagyunk most már. Milyen fura, hogy tegnap is volt, ma is van. Évezzétek ki. Na, figyeljetek srácok. Most az a helyzet, hogy az előző részben, aki látta volna, vagy aki nem látta, tegnap került fel. Nem spoilerezek el semmit, de ugye, hát új autót akarunk vásárolni, és hát ezt még nem sikerült eladnunk. Viszont meg tudtunk nyitni, és az egyébként szerintem így jó volt a régi idők emlékére. Na, viszont ami most van jelenleg, az az, hogy bekerült a szerverre egy új telefon. Új telefon érkezett a városba, mert az előző, ami volt, jó funkciói voltak, csak sokszor nem működött jól. Úgyhogy a lényeg az az, hogy rohadtul nincsen most telefonunk, és valami digitál denben lehet vásárolni, úgyhogy D, valahol itt, ez lesz, szerintem ez lesz az. Digital Den. Oké, tehát ide kell mennünk egy új telefont vásárolni. Na most, amivel ez járt, az lényegében annyi, hogy minden kontakt elveszett meg minden, de ez előre nyilván szóltunk mindenkinek, hogy hát ez van. Viszont teljesen új rendszert kellett felhúznunk, úgyhogy most van egy működő telefonunk, ami úgy nagyjából jól működik, egy-két funkción még dolgozunk, de alapvetően végre normálisan tud üzemelni. Úgyhogy veszünk egy telefont, aztán mivel hogy nincsen telefonunk, ezért nem tudunk hirdetéseket kiadni, és utána pedig megpróbáljuk meghirdetni már megint ezt az autót, de közben ezzel egy időben valahogy, valamilyen úton módon elmegyünk, és megpróbálunk, Jézusom, megpróbálunk nézelődni, hogy milyen autók vannak viszonylag drágán, mert nem biztos, hogy rossz lenne, hogyha valami nagyon drága autót sikerülne vásárolnunk magunknak, ami mondjuk tetszik is, meg ilyesmi, úgyhogy ez már a plan. Nem mondom, hogy ez egy nagyon hosszú videó lesz, de most egyébként ez nagyon friss, tehát tegnap este veszem fel ezt, amikor ti ezt látjátok, szóval hát igen, de nem bírok a véremmel, és szeretnék most már egy autót magamnak, ami már nem ez, és valami jó drága, amivel úgy tudod, ki lehet tűnni, vagy ilyesmi. Úgyhogy hát meglátjuk, de nem biztos, hogy sikerül elvá... Na,
nem biztos, hogy sikerül megválni ettől az autótól. Valahol itt van a Digital Den. Ah, ott van. Jó, akkor hát ebben, mit tudom én, itt megállunk. Úgy, bezárjuk. Hello, szia, szevasztok. Oké. Okay. De itt mennyi minden van, te? Ezek is nyitva állnak. Be van zárva. Ja igen, ezek kiadó üzlethelységek. Ó, nehogy ám, hogy valamit nyitni kéne itt, mi? Mik vannak itt? Pop Spills. Truth Organics. Origins. Pro Bikes. Aha, itt bicikliket. Mi van itt még? De mit nyitnál itt? Az a baj, nincs itt lent élet. Milyen jó lenne, már itt tele lenne az ember. Vagy a város itt. Gördeszkások, amit a valóságban. Rengeteg gördeszkás szokott lenni, meg lemezárusok, meg minden jó isten. Na de mindegy, most nem ezért gyűltünk itt össze, hanem akkor Digital Den, okay. Telefontechnikus. Wow. És ez micsoda? Bolt, de mi az a telefontechnikus? Jelszó visszaállítása. Hogyha erről elfelejtem, akkor ő megoldja? Na jó, nyissuk meg ezt a boltot, de gyorsan. Világos zöld. De furán néz ki így egyben. Azt külön kell írni, nem? Vagy nem? Fehér, arany, miért vegyünk, srácok? Oké, van is nálunk pénz. Asztroszürke, full. Ja, hogy tele van a készlet. Aha. Hát figyeljetek, legyen egy fehér, mit szóltok. Vettél egy fehér iPhone 18 Pro-t. Oké, és akkor ez ide került. Na, és akkor nézzük már meg ezt a telefont. Hello. Aha. Alapvetően azért ez is jól néz ki. Húzzam főfele, beállítás manuálisan. Ne használjon jelkódot. Minek? Oké, egyedi háttérképet választhatunk, srácok. Hát, mit tudom én, legyen ez. Nem mindegy. Véglegesít. Hát mondjuk jó gyász ez a... Ó, és tudok vele vakúzni, nagyon komoly. És akkor felhúzom. Aha! Hát itt van, előállt. Van beállítások, csontos Tóbiás, Tóbiás csontos. Úgy tudom, hogy itt is van Instagram. Vagyis itt van Instagram, ott is az Instagram. Abba a pillanatban letöltjük természetesen. Mi van itt még? Photo Studio, Spotify. Marketplace, azt is lenyitjuk. Mi van ott? Na, figyeljetek, hogyan kell regisztrálni az Instára? Tobi bácsi beregisztrál, azt mondja, hogy Tóbiás csontos. Hát, vagy legyen csontos Tóbiás, nem? Csontos Tóbiás telefonszám. Hát honnan tudjam? Ja, meg kéne néznem, ugye? Ja, itt van saját szám. Aha, ki is másoltuk. És akkor ide be tudjuk szépen illeszteni. Oké, jelszó. Ez nagyon patika lesz. Remélem elég. 5 karakter. Boom. El nem mondom, hogy milyen jelszó van. Na oké. És akkor most mi van? Lehet emberekre keresni? Keresés? Ó, hát mennyi ember? Sofőrködést vállalok. 4 követő. Oda nézzél. Na várjatok, hogy lehet itt fotót csinálni? Kép. Kilépés a kameramódból, kép készítése. De hogyan kell, ajjajjaj, hogyan kell selfie-t csinálni vajon? Kameraváltás. Ó, hallod-e? Na várjál, nem így csinálunk képet. Szépen kimegyünk, legyen egy komoly hátterünk. Mi legyen a hátterünk? Szerintem ez így pofás, nem? Úgy. Várjál csak, így beállunk. Jó, elpecsülünk vele, most kit izgat? Na, hogyan van, mutasd? Azt mondja, hogy kép. És akkor meg tudjuk fordítani így. Mondom, meg tudjuk aha. Oda nézzél, Tobi bá. És akkor kép készítése. Aha, hogy ez így, ez nagyon profi. Ez így most már megvan. És közben be tudom tallózni elvileg, ugye? Mutasd csak. Á, ott van. Kép módosítása. Oké, és akkor sima képet is lehet tenni? Figyeljetek, elkezdjük fotózni a várost. Jó sok követőt szerzünk. Ilyen szép spotokat kiválasztunk. Így. Azt akkor... Hogyan van?
Lehet itt valamilyen sima, aha. Figyelj, oda néz. Város tájkép. Ott is van. Ó, és még filtereket is lehet rárakni, a ne csinálgass. Teljesen jó. Kép aláírás. Fotós lettem. Fotós. Ja, fotós. Fotós lettem. Ögy. Hello, megosztás. Új bejegyzés. Tökéletes. Végig megyünk, mindenkit lefotózunk. Mit szóltok? Megyünk oda emberekhez lefotózgatni. Oké. Figyeljetek, róluk is csinálunk egy szép fotót. Szavasz testvérem, várj egy kicsit. Azt mondja, hogy úgy. Rá tudunk zoomolni. Úgy is van. Tökéletes. És Kastet mondja, hogy odaírjuk, hogy a legkomolyabb eladó. A legkomolyabb eladó. Úgy. Rotyoghat ki. Content gyártásba kezdtünk, srácok. Teljesen jó. Remélem azért majd egyszer lájkolgatják az enyémeket is. Most ez itt miért nem jelenik meg? Most mi van itt? Eltűnt a képünk. Hát ne csinálgass. És akkor őt is azért befotózzuk. Nehogy már itt azt higgye, hogy én ilyen szemétdisznó vagyok, hogy őt kihagyom a buliból. Úgy is van, nagyon jó. És akkor ennek is egy szép címet fogunk adni, srácok. Már meg is van, már megszületett a fejembe. Nincsen fekete-fehér izé? Ilyen háttér? Hát olyan nincs. Így lesz. Az lesz a címe, hogy a busz lakodó hentes. Úgy is van. Rotyognak ki rólunk a dolgok. Nem úgy van az, srácok. Most már szerintem bárki ránk keres, hogy ezt mentjük. De most nem, már, ja, azt hittem, oké. Okay. Tökéletes. Van 3 bejegyzésünk, 0 követőnk. De itt egy csomóan pakolgattak már ki dolgokat. Nem, bejegyzéseket senki, az csak mit teszünk ki? Hát ne szórakozz, hanem mi most teszünk ám ki. Bárkit megtalálunk, mondjuk neki, direkt marketing lesz, srácok, kövessen be Instán. Jó? Mit szóltok? Na, oké, akkor azt ott mondja, hogy elindulunk, és akkor megnézzük közben az autókat is. Ja, meg most már ki tudjuk írni, hogy fuha, vajon az ki van még másolva, mi telefonszámunk. Aha, oké, akkor azt írjuk ki, hogy eladó CLS 63 AMG. Mennyi? 60-ért akartuk adni, adjuk 55-ért. AMG, most áron alul 55k. Tell. Boom. Hello, szia, szevasz. Hát, ahogyha valaki tudjátok, rákap. No de, akkor menjünk, és akkor nézzük meg az autókat, mert nagyon sok pénzünk felgyűlt, srácok. És nehogy aztán valami nagyon komoly kis verdára tegyünk szert. Azt mondja, hogy autókereskedés, ide akarunk menni. Hoppá, valaki hív. Hogy az anyámba kell ezt felvenni? Na várjál, nem úgy van ám az. Haló? Haló, haló. Tiszteletem, Kim Gergő vagyok. Hirdetését láttam a CLS iránt. Üdvözlöm, Gergő. Igen, én voltam az elkövető. Jó, megvenném. Megvenné? Megvenném. Megnézni akkor, gondolom. Azt is mehet, persze. Jó. Hol találkozzunk? Nekem mindegy. Én most autóba ülök, azért kérdezem. Én meg motoron. Motoron ül. Nem az én motorom, csak hogy tudok menni. Maradjon ott, csak akkor odajövök, szerintem az egyszerűbb. Jó, akkor tudja, hogy hova? Azt mondja, hogy van itt a... Az Isten se tudja, ez egy gym lehet? Látom, a GPS-en van egy ilyen kar. Konditerem? Igen, szerintem ez a gym, úgyhogy akkor én itt vagyok. Jó, akkor... Az ott jó? Persze, persze. Jó, akkor jó, itt leszek. Egy-két percen belül ott vagyok. Jó, köszönöm. Ha. Viszont. Srácok, ez egy kicsit gyorsan ment. De jó, de még mi az, hogy megveszi, hát nem is biztos. De hogyan kell ide menni?
Itt megyek? Hát itt van, valahol itt van. Életemben nem voltam itt, hát figyeljetek, hova parkoljunk? Hát mit tudom, szerintem kiállunk az út szélére, hát ne itt bent a dzsuvába álljunk. És akkor op, majdnem összetörtük. Hát sötétbe akarja megvenni. Na de hát se baj. Jó, itt így, op, máljon is. Máljon is. Aha, ő lesz az. Szép napot, uram. Tiszteletem. Na, hát parancsolja, nézze meg nyugodtan. Ez lenne itt a gépezet. Igazából azért ennyi, mert tuningot nem tettem bele, csak a felnim mókultam meg a külsején, tehát ilyen optikai dolgok kerültek bele. Jól néz ki. Szerintem baromi jól néz ki aztán. Itt vagyok, csak beszélgetek. A konditerem háta mögött az úton vagyok. Úgyhogy ki szeretné próbálni? Ja, térjünk, csak bezárom épp a motorom. Jó. Na most elmegyünk, kipróbálom, és akkor utána pedig összfutunk. Ugottan beledobtam a kulcsot. Jó. Nagyon tüzes, hát nagyon bika, uram. Hú, ennek szívszakad luktapad. Hát ne vicceljen. Nagyon vigyáztam rá, csak hát én egy kicsit már meguntam, megmondom őszintén valami. Komolyabbra vágyom. Ön hogy motorozik? Ez lesz az első autója? Ja, ne, ez a 20. Ja, értem. És mi véget szeretné ezt megvásárolni? A célest azt már régóta akarok, de most túltuningosra nem adok annyit, mert lenne keresztül, de nem adok annyit. Mi mennyire árulja a Flux úr a full tuningost? 87 azt hiszem. Ja igen, én is láttam, hogy van nála, csak nem tudtam mennyi. Hát nem, szerintem se ír annyit, mert azért ez alapból megy, szóval alapból szerintem nem is éri ennél meg a full tuning. Annyi mondom, sötétített. Igen. Sötétített ablakok vannak. Meg most már a lámpa is nagyon szép, mert amikor vittem ilyen, hát optikáztatni, akkor azért kapott egy ilyen szép lecsíkot a hátsó lámpa, mert azért ez nem így nézett ki, Jézusom. Te ez a csához hova megy? Az egy két személye gyári alapon. Ó, megveszem. Na, jó van. És ön mivel foglalkozik, uram? Munkanélküli vagyok. Na, tekintettel arra, hogy ez lesz a 20. autója. Munkanélküli vagyok. Ilyen jól fizet a munkanélküli? Ja, fizetget azért. Csokot mindent felvett? Ne, hát persze, családival együtt. Aha, hát nem azért, csak hát azért... Na, érti, hát azért ez rengeteg pénz. Talán nem bűnöző maga. Dehogy vagyok én bűnöző, meg azt hiányozik az én fejemre, hogy én bűnöző vagyok. Akkor marad rejtélyez, hogy miből van önnek ilyen rengeteg autója? Á, annyit elmondok, hogy valamikor még dolgoztam is. értem. Szerelő voltam. Ó, szerelő volt, akkor értem, hát csikkasztott össze-vissza. Ezt pedig nem tudja reagálni. Van magánálladás lépteli? Van. Képzelje, van. Akkor félreállunk azért ne itt a pálya között. Ja, szerintem is. Annyit majd megkérnék, hogyha már így adódik, hogy majd az autókereskedésnél dobjon ki engem. Akkor ott állunk meg. Ne segítsek a motort el... Nem, barátom, és akkor ő... Ja, jó. Az itt adódik pár napon belül, szóval. Micsoda? Motorom is eladódik pár napon belül. Na, hogy? Na. Nagyobb gépezetre vágyok. Mondom, most kapom ezt a jó lehetőséget, biztos ki nem hagyom. Á, értem. Azért jó néz ki. Azért adtam ennyire, hogy vigyék el minél előbb. Ne, én is 65 000-re adom a full tuningos BMW S1000-re. Uh-huh. Maga 50 000 a motor, 55 000 a fullos motor vele. Nem mondja, hogy 50 motor az. 50 000-be kerül a motor. Uh-huh. És még 55 000 egy motorcsere benne.
Jézusom! Tehát tulajdonképpen 100 000-be kerül egy motor. Aha. Úgy, sac per kb. Atya Isten. Hú, nagyon benézte, uram. Megkám, jó néz ki. Na, hát örülök neki. Jó, hát akkor szerintem írjuk. Jó, akkor uram, szeretném kérni a... Jaj, megnézem a bankszámla számomat. Instagramja van, uram? Van, persze. Hát kövessük már be egymást, én ma fedeztem fel, hogy van ilyen. Jó. Hogy van fent? Mondom, hogy Kim, alsó vonal, Gergő. Kim Gergő. Bemutatkozásomban pedig a mottom található. Kim Gergő az egyetlen, az igazi. Pontosan. Azt a mindenit, uram, már be is követtem magát. Én fotográfus vagyok, képzelj el. És... Micsoda? Mit mondott az úr, még egyszer, mert nem hallott. Én fotográfus vagyok. Majd nézze meg, milyen fotókat töltöttem fel. Na, nézem a bankszámla számomat egy pillanat. Azt mondja, hogy 107-es lesz. Oda kérném szépen, és akkor közben megint elkezdem kitölteni. 55 000-ről volt szó? Így van, igen. Oké. Akarja akudni. Jó, át is ment elméletileg. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm. Nagyon jó tesó, meg is vettem. Hát persze, hogy jó, uram. Nincs rajta semmi olajfolyás, tehát attól se kell félnie. Úgy is van, ezt aláírom, és akkor átadom magának. Köszöntem szépen a kulcsot, az ja, benne köszönöm van. Szépen, hát ha benne hagyta, akkor benne van. Oh. Hát használj egészséggel. Köszönöm szépen. Aztán annyi kövessen majd esetleg vissza. Ja, persze, mindenképp. Azt is akartam mondani, hogy akkor magát hogy hívják, hogy akkor keressem meg úgy. Azt mondja, hogy... Húha, mindjárt mondom. Azt mondja, hogy Csontos Tobias, így egybe. Kisbetű egybeírva? Egybe, így van. Nekem nem tudom, mi történt a profilképen, mert még történetet is tudunk készíteni. Elég szép kép. Vannak ez. Köszönöm szépen. Egy közös szelfire jön, uram? Persze, mindenképp. Na, maradjon ott, jó volt. Itt? Húha. Vagy még nem tudom ám kezelni ezt a telefont. Aha, ide valahogy mögém álljon már. Nagyon jó. Jó. Igen. Szeretne mutatni mondom valamit? Mondom, cheese. Jó. Akkor mondja? Cheese. Aha. Nagyon jó, uram. Következő fotóm is akkor robban fel az Instára. Nem tudom magát megjelölni, mi? De hogy tudom. Azt nem tudom. Mit írjak, mit gondol, mit írjak a címnek? Kim Gergő az egyetlen, az igazi. Nem, hát az olyan lenne, mintha én a... kis mottómat. Az olyan lenne, mintha én az ön rajongója lennék, uram. Szerintem azt írom be, hogy... spanokkal. Spannal. A ketten vagyunk, az több eszem. Igazából meg kell tanulnom ezt a szlogent. Spannal. Na, ki is robbant. Robbantál nekem is itt. Nagyon jó. Na, hát köszönöm szépen, uram. Akkor én további szép napot önnek. Aztán jó egészséget. Esetleg majd cseréltünk, hogyha lenne még valami, akkor egyből csörögjek, nem így pütyögöm. Ja, igen, igen, pillanat. Átküldtem az enyémet. Aha. Hú, csak még fel kell fognom. Igen. Beállítások. Ott vagyok. Legörget, kontakt megosztás. Meg is jött, és úgy tudja elfogadni. Igen? A hívásoknál, kedvencek, és akkor ott rákattint a nevem, és akkor ott mentés. Oké. Hú, ez így tökéletes. Jó. Na, hát akkor köszönöm szépen, uram. Én köszöntem. További szép napot. Magtartóban maradt valami? Megnéztem? Ez igaz, megnézem. Megnézem, hogy a kesztyűtartót, hoppá. Azt mondja, hogy csomagtartó. Persze, hogy maradt. Ójajaj. Mit maradtak? Hát ilyen törlőkendő, meg ilyesmi. Ó, adásvétel is, te jó Isten. Aranybánya, ami itt maradt, uram.
Meg jó, hogy szóltam. Igen, hát magának annyira nem jó, de nekem jó. Köszönöm szépen! Én kösz, esetleg innen elvigyem, vagy ma új autóval? Hát nézek valami autót, nézek okay. Valamit. Na hát akkor sok sikert is. Köszönöm. Sok balesetmentes kilométert, viszlát. Viszlát, köszönöm. Megvettem, tesó. Na, hát akkor nézzük meg, hogy mi a jó Isten van. Teljes, ú de fura, hogy elmegy az az autó, teljes mértékben tanástalanságban vagyok. Hol kezdjük? Ugye nem középkategória, mert középkategóriába, na várjál csak, felső kategória. Lamborghini, mennyi? 175 ezer, ti pont nem látjátok, de elhiszitek nekem. Mondjuk egy újabb Lambo lenne, azt mondanám, jó, de ezt a Diablót, ezt nem. Ez mennyi? 64 ezer. Ja, de itt alul is látjátok az árát. Ugye ezünk volt, ez 66 ezer, fél 55 ér alattuk, használtam teljesen jó. Jeep SRT, nem akarjuk. E-tron, de figyeljetek, ezek nagyon olcsók, hát nekünk azért most megfutotta. Ha értitek, hogy értem. Infiniti 97 ezer, aztán itt van, hát ez egy szép autó egyébként. De nem. RS6, Porsche Panamera, Range Rover, Lamborghini Diablo, ja ez volt. Jó, akkor vissza. És van itt még luxus kategória, Corvette C8, 200 ezer. Ja, ilyet akart a Fluxul eladni. Aztán van itt R8, Rolls Royce, Porsche Taycan, és ez az utcsó, ez meg 408, erre meg már pont nincs pénzünk. Hát mit vegyünk? Meg kéne kérdezni a Fluxurat, csak azt se tudom, hogy érem el. Fú, basszus. Hát de szerintem nincs más neki. Biztos, hogy nincsen. Na figyeljetek, innen amire telne, az C8 ugye, az van Fluxnak. Van ez, mondjuk ez amúgy egy vad színbe. Hát csak olyan kis printjőke az egész, nem? Olyan kis meh. Kis printjő. Ez 390, ez már nem is kerül ki, ennyi pénzünk nincs is. Pedig... Hát mondjuk nem akarok én elektromosat, az olyan... gyász lenne. Rolls Royce, hát csak... Az meg egy SUV, nekünk valami komoly kis autó kell. Ez az R8, ez egy elgondolkodtató választás, és talán azért, mert nem nagyon láttam még ilyet. És tudod, hogyha annyira nincs az embereknek, az azért úgy jobban fest. Mint a felső kategóriában... nem. Ez valahogy nem. Én az újabbakat szeretem, de ez mondjuk nekem speciál... Jól néz ki, meg minden, de... Nem én vagyok ez. Jaj, mire cseszünk el nagyon-nagyon-nagyon sok pénzt? Mondjuk egyébként ez is tetszik. Csak mondom. Csak ez meg már volt másnak. Vegyük olyat, ami még nem volt senkinek. Mármint remélem, mert hogy én még nem láttam. Ugye ez a kettő, ez kilőve. Pedig, amúgy azért úgy őszintén, de ez az autó, ez nem ez a matricával, de... Viszont ez nagyon drága. És akkor van Corvette, meg ez. Corvette-ből tudom, hogy a Fluxnak van 225 ér, és azt hiszem az full tuningos, de nekünk arra amúgy nincs szükségünk. És így pedig még maradna pénzünk mondjuk befektetni bármibe. És milyen... Jaj. Próbakörre azért szerintem el kéne vinni. Nem tudom, ez milyen színben néz ki jól. Azt mondja, hogy rákeresünk, hogy Audi R8. Hogy az amúgy melyik színbe a klasszikus Audi R8. Nincs, hát R8 V10. Hát fehérbe. Azt mondja, hogy fehérbe a legklasszikusabb, viszont ilyen metal kékben is jól néz ki. Meg ilyen sárgában is, ami hát majdnem, hogy ez. De mondjuk ez nekem annyira olyan nem... Annyira úgy nem adja, nem? Vagy igen?
Figyeljetek, egy próbakört szerintem mindenképpen kéne veretni, az mennyibe kerül? 100. 100. Készpénz. Aha. Ó, azért vad. És valahogy lejön a tető is. Valahogy biztos a tetejét is le lehet szedni. Habár nem biztos. Hát menni megy, persze, hogy megy. Ú, és jól is fordul. Ó, persze, hogy jól fordul, srácok. És azért ebből a kiszállapa, ugye? De várj, a tetejét hogy lehet leszedni? Van rá tippetek? Hát nem így. Valami H betű környékén kéne kutatni. De hogy hogyan van ez pontosan? Hát nem tudom. Na jó, ezt majd... Mondjuk még van egy percünk elvileg. Mi a vége? Mennyit megy? Oké, 200. Ott a 200. Megállás. Jó, hát a végét itt nem igazán tudjuk kipróbálni. Viszont az irányítás az baromi jó. Tehát eléggé ilyen formaautó. Elég formaautós a cucc. Na mit szóltok ehhez? És tényleg emellett még azért maradna rendesen zsettánk. Há? Húha. Jó, csak nem tudjuk, hogy a tetejét le lehet-e szedni, avagy sem. Erre majd persze rájövünk, hogyha úgy adódik. Valamire lehet be van bindelve. De az is lehet, hogy rohadtul nem lehet leszedni, mert a hára gondoltam, de azzal a lámpát kapcsoljuk be. Na jó, elgondolkodtató. Hát én figyelj, én azt mondom, adjuk be. Aztán ki tudja, hogy nem tudom, az a baj, nem tudom a tetejét, hogy azzal most mit lehet csinálni. Az Isten itt neki. Na jó, színbe akkor mi legyen? Ugye volt a... Fekete az nem. Ez nagyon feltűnő. Vagy a fehér, de fehérben annyi fél autó van az utakon. Ez, na, ez legyen. Ja, de várjatok, el kell mennünk pénzért. Persze, hogy nincs KP-n. 260 ezret ki kell vennünk KP-ba, te jó Isten. Na jó, akkor... akkor elfutunk a szokásos helyre. És akkor veszünk fel money-t. Azt mondja, hogy akkor 260 ezer. Basszus, remélem jól emlékszem. Óha. Fúj, de utálok ennyi pénzzel rohangálni. Na jó, gyorsan fussuk vissza. És hallok közben valami szirénát is. Valahonnan. Remélem, hogy nem a közelből. Mi van ilyenkor, hogyha megfognak? Elveszik itt a vagyonomat. Mondjuk akkor is maradna még 109 ezer, tehát azért valamivel csak hazaérnénk. Jó van, visszaérünk, nem kell amit befosni. Na, hát akkor sárgába megvesszük. Igazából igen. Fehérben nagyon snasz lenne, a többi meg még jobban az. Úgyhogy akkor azt mondja, hogy luxus, R8, és akkor azt mondja, hogy színpaletta. Hopp, de hol az autó? A biztos remélhetőleg az fog lejönni, ugye? Mondta, hogy az fog idejönni. Ne ám, hogy valami szutykot veszünk meg. Srácok, megvásároltuk akkor az R8-at. Ezzel oda fogunk érni... Ott áll, oda nézzé. Ezzel oda fogunk érni mindenhova. Megy még ez a felíráshoz is ide. Na, ezt meglátja a Fluxur. Hanyat homlok fog menekülni. Mondjuk nekem tényleg tetszik speciál ez a szín. Ó, teljesen jó. Aga a rendszámunk. Teljesen patika. Fú, ez jól néz ki. Na, mit szóltok? Na, mit szóltok? Tiszta taxi színe van. Még fuvarokat is tudunk vállalni tulajdonképpen. Viszont rá kéne jönni, hogy a szarba lehet lehúzni a tetejét, ha le lehet. Na, urak, hölgyek, innen fogjuk folytatni. Most már megvan, aztán majd még rátérünk arra, hogy mit lehet, hogy lehet vele kezdeni. Aztán meglátjuk. Hoppá, itt egy forma. Visszaletem.
Szép napot, parancsoljon. Az úrnak is nem visz, hogy egyébként... Micsoda? Tudja az 5000-es kocsi a vár... Az, Uram, alig hallom magát. Várjanak, esetleg eladó, milyen szemben az úr. Hát elképesztően nem hallom. Valami eladó, de nincs nekem eladó autóm jelenleg, uram. A jó, uram, uram. Hát akkor tovább is szépen volt. Önnek is. Viszlát. Szóval nem fogjuk folytatni. És akkor fel is fogjuk szerintem pimpelni, de erre rájövök, hogy lehet-e leszedni a tetejét, avagy sem. Úgyhogy tali majd, ez egy rövidebb rész volt. Hello, hello, szevasztok! I just gotta get through, cause I feel like taking off, find a